A sikeres állattenyésztés kulcsa az egészséges állat, ezért kell az egész szakmának egy egységes állásponton lenni, és minden eszközzel megelőzni az afrikai sertéspest is hazai terjedését. Romániában idén márciustól már 952 házi sertésállományban és 72 vaddisznóban mutatták ki az ASP-t. 13 megye, 233 települése érintett az ügyben. A szomszédos országban már 320 ezer állatot kellett leölni a betegség miatt. Ma már az állategészségügy kérdése nemzetbiztonsági kérdésnek számít. Ezt az agrárminiszter emelte ki beszédében az újfehértói konferencián. Az állategészségügy olyan gazdasági tényezővé kezd előlépni, ami az egész nemzet gazdaságunkat áthatja és irányítja. Gondoljunk vele, hogy egy sertés megbetegedése az egész teljes sertés nemzet ágazatot azonnal csődbe tudja vinni, mert minden exportunk abban a pillanatban meg tud szűnni. Tehát óriási felelőssége van minden tenyésztőnek, minden állatorvosnak abban, hogy teljességgel minden szabályt betartva azon előírásokat, amelyek mentén tenyésztenünk kell, és az állategészségügyi helyzetet fenntartanunk kell, azt mind betartsuk. Hiszen ha ez nincs meg, akkor felbecsülhetetlen az a kár, amit okozni tudunk. Tehát egy-egy felelőtlenség az beláthatatlan következményekkel jár. Ezentúl Magyarország nemzetközi versenyben is van, ezért is kell még fegyelmezettebben végezni a munkát, tette hozzá Nagy István. Magyarországon először áprilisban jelent meg az afrikai sertéspest is heves, majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Legutóbb szerdán a Borsoda-Bauizemplén megyei tartalon kilőtt vaddisznóban mutatta ki az ASP-t a Névik laboratóriuma. Egyetlen sertéspestissel fertőzött állat csődbe viheti az egész sertéshús exportot, ezért is veszélyes gazdaságilag a fertőzés. A húsellátásunk alapját a sertés ágazat adja a baromfi hús mellett. Ez a két ágazat teszi ki a teljes hazai húsfogyasztás nagy részét. A baromfinak a nagy része, a sertésnek a 20-25%-a megy exportra, de ha ez a 25% nincs és itthon marad a hús, az nagyban befolyásolja az árakat, ennek pedig az lenne a vége, hogy a termelők járnának rosszul, előidézve akár egy-egy csőd helyzetet is. A sertéspest és hazai megjelenése leállította az exportot is. Abban a pillanatban az ázsiai piac teljesen leállt, a japán piac teljesen leállt. Azon dolgozunk, hogy a magyar egészségügynek a hitelességét felhasználva a regionalizációs elvet tudjuk érvényesíteni ezen piacainkon, tehát hogy csak abból a körzetből ne vásároljanak sertéshúst, ahol a betegség felütötte a fejét, de a többiből igen. Jó ütemben haladunk afelé, hogy Japán újra megnyissa a kapuit, ez a mangalicások miatt nagyon-nagyon fontos, hiszen a mangalica exportunk zömmel Japán a fő vásárlóerő. Ezen túl a kínai belépési engedélyen is dolgozik a magyar agrárszektor. Ezek mind komoly diplomáciai és gazdaságpolitikai célok, közölte az agrárminiszter. A fő szempont pedig az, hogy a vírust meg tudják őrizni a vadsertés állományban. Ha a házi sertés állományba is átterjed, akkor nagy bajba kerül a hazai sertés ágazat.